amire tartjuk számot, megerőzöm. Négy ügyesség május vége felé, közvetlenül 6 hónap után semmilyen sem akutó. Egyszerre vibrál benne a megkönnyebbülés, hogy nincs többé dolgunk, átradövetik egy teraszon, majd kiosztjuk a diófalra a kertben. És a súly, hogy többé semmi dolgunkat, legyen az terv, vagy megkezdett valóság, sem időnk, sem lehetőségünk nem lesz már befejezni. Ahol Isten és ember találkozik. Esküvő, nagy nap, öröm a családnak, fordulókon két ember életében. A helyszín nem véletlen, a fedett női fők, az ikonok, a keresztek, Jézusról és a szentekről festett képek. Áldást kérnek, rábízzák az életüket a nagyra, a legnagyobbra. Azért jöttek. Az átörökölt áldás, a tanult hit és a hagyományok nem csupán a kultúra részei, életet közvetítenek. Családokat tart össze, kapcsolatokat alakít és tart meg, közösséget, identitás tudatot formál. Európa épp szenved. A modern európai ember hit nélkül identitásvesztésben, demográfiai krízisben, gyökérkiszakításban hanyatlik. Mint minden kultúra, amely elveszíti a közösségi tudatot, azt, ami összetartja, emberré teszi, megkülönbözteti az állatvilágtól. Pusztulásra ítéltetett. Vannak azonban bizonyítékai annak, hogy nincs minden veszve. Van még öröm a földön, sőt boldogság is van. Az arcokról remény sugárzik, az élet reménye. Van folytatás. Nem fáradjanak egy kicsit feljelni. Egyszer régen, több mint 300 évvel ezelőtt kisebb csata zajlott Tiszaújlaknál. 1703 júliusában II. Rákóczi Ferenc serege a folyóba szorította Kende Mihály lovasait. Első győzelmüket aratták a kurucok, amely győzelem önmagában ugyan apró hadi sikernek számított, de annál nagyobb lélektani biztatás jelentett számukra. A csata színhelyén 1989-ben Dumun madaras emlékművet avattak újra. Jelképet, lélektani biztatást hozunk számára. Lábánál azóta minden évben összegyűlnek a helyi magyarok, hol többen, hol kevesebben, hogy kifejezzék, itt vagyunk, meg vagyunk. Az ünnepség utáni juliálison Viski és Derceni, Hóvári és Rahói magyar kép lesz a ti egymástól. Hogy mint vagytok? Mi újság ti nátok? Aféle modern seregszemlére gyűlnek, amelyen a kuruc-labanc ellentét helyett kelet-nyugat küzdelmét vitatják, a bújdosás helyett a munkalehetőségek viszontagságait veszik sorra. Előkerülnek a régi nóták, táncdalok, akár a vigalmat, bátorítást hordozó csinom parkó a kuruckorban. Nosza rajta jó katonák, ígyünk egészséggel, menjen táncba, kiki köztünk az ő jegyesével. Pince Kalitka, ne hallgass hosszan! Gyűlölöm a csöndöt. A szabadság ott is megterem, ahol elröhögtöd. Rejteges galambot, repdesd a föld alatt, pincefa, légbolt, sírásod folytatok. Háborúk zúgnak fent, zörögnek vasgépek, galambnak a nyakát tekered, ígérted gyereknek levesben. Korrodál az este, 40 wattos napot tüzét ereszted. Istenet kotlik még, költi új rabjait. Törnek az otthonok, ha van úr, hol lakik? Árnyékok, galambok, istenek, nagyúrak, aludna szolgáltok, mert csak ezért fogadok. Mikor léptei nyomán elválasztottam földet az égtől, csak a híd maradt. Tényfergő, tántorgó, bizonytalan köveinket a folyó lassan elsodolja. Jánusz állarca mögül félmosolyával rákacsint a padló közti hiányra, s a kifeszített kötélzet utolsó táncába kezd az átölelt végtag birtoklásáért. Akkor a víz sodrásában arcokat láttam, azokét, akik simára csiszoltak, ahogyan a folyó a köveket. Az évek vagy a sodrás erőssége miatt homályos, széteső vonások voltak ezek.
mélyen belevésődtek a szürke állományom celláikat. Együtt őrizzük gyermekkorom és fiatalságom. Most perspektívába tekeredik a csillogó folyam, és kavicsokat szór a sziklák helyére. Szaggatott, kataton tánca, csupa sekélyesség, csupa visszatükrözött vágy. A part a hídról, a híd a partról áll. Ezek csak szavak, azok csak színek, köztük kifeszítve a közre fogott hiány. Na ez az én otthonom, dobant meg a szívem, amikor megláttam a fotóban. Annyira szegény és annyira gazdag ez a vidék, amilyen nincs még ez a világon. Tökéletesen átadja a kép Kárpátalja mindenkori valóságát. A rengeteg gond, bú, bála, a szenzáció a hajház torz elrettentő híre. A katasztrofális egészségügy, a borzalmas infrastruktúra, az embergyilkos korrupció mind-mind háttérbe szorul bennem, amikor a házat csapdalt a hegyből a lányokat. Önkéntelenül mélyebb elmélyedszem. Vágyom a hegyi levegő után. Onnan szentről minden másnak, kicsinek, jelentéktelennek. Már kurucsolom is József Attilával együtt. Láttam, uram, a hegyeidet, és olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, uram. Oda tenném a szívemet. De apró szívem hogy tetszene néked? Roppant hegyei dobogásában elvészügyöngedött a dobogása. Ágyam alatt hál meg a bálna. Miért nem tudom hát sokkal szebben? Ebben a pillanatban igazán hálás vagyok, hogy a vadregényes, világos ütközésétől vibráló vidék magyar nyelvű vagyok. Szállasó, könyörű Isten tárgya, ránk fér. A csitrim útnak szalma mellett a dombokon a fejkötő fehér. Kék, a zöld, mint asszony, mit meguntak, már mindegyik évben összefér. Az épület a tájruhája, kockára. A varázspotot elcsemmisek el. A lusta időtán sohasem volt más, egy kezdetet, sok vég nem érzik. A mezőgazdaság kirámisában szerelmes fárok úgy alszanak, mint elkenődött fel, meg tudnak. A ráncos dalog időben is nyárban az emlékezet mosolya alatt. A domboldal a száj szűk vonalában egy irányú, maradt. Az ablakteret a panorámán négy egyenletességre bontja, melynek mindegyike elkülönül egy szimbólum. A virágzó szilvafa a létezés lehetőségé, a szekér a haladás, a jobb alsó sarokban lévő szeméthalmaz az első kettő tudatát érzékel. A leomló vakulat az enyészet, a falakban hagyott vésed az ember egy kezdésnek jó köztönének próbálítja. Az ablakkeret üvegnélküles, elveszíti eredetet rendelkező jelenlegi formájában megkönnyíti a társadalmást. A befogadóknak meghallja a volt hangjukat, mely a pártányra támaszkodó nő és a fotóközpontjában álló három személyes. A szemlélő lábnéppel és életérzéssel szemben egyszerre. A pillanatkép által megragadott hangulat nem bizonyul a sivárnak, hogy kardék szürke helyett kép életben, és a befogadó felé több fény állt. A külső párkány szürke tónusa kiegyensúlyozza az égból vakok irányulatát. A felsorolt jelenlősége tudatosan létrehozott kompozíciói alkotolna meg. Mindezek meg nyomatékosítják a befogadó irányába. Egyszerre vibrál benne a megfényebülés, a kis többé dolgunk, átlövölhetünk egy teraszon, majd kijönhetünk a diófallal, amíg a súly, több és semmi dolgunkra, legyen az te, hogy megfogunk a dolgunkra. Aki hozhat egy kis édességet, valami játékot, és azzal a viszonyagéppen kattokon is ebben. A helyzet világos, sötét a folyt, ahogy a nagyám arra is ha néha jut lepel a kenyérre, az a kima híves ember, s milyen keserű anyámat nézem. De ha akkor ölbe vesz és mosolyog, akkor mennyivel édesebb az éjség is. A dolgok átkeretezhetőek. A leomlott fa a jó hónyel, a romos lépcsőház lele beállított kastély,
A vén boszorka az első szinten lakik, akkor pedesztázott a lakók mögött. Éve. Minden átkeretezhető, még a szegénység, családok. 10 évesen akartam először vállalni, és évről évre egyre jobban. Azonban az idő az én önmaga reciprokával szorozva meg. Felnőttként a gyermekkorban bújtam volna vissza, amikor még láttam, de nem értettem a nyűgyőpontját. Sokkal többet számított be az, amikor hidegés a laborban, tejfog a kézben, a szűk ágyban anyám lenni, meg mindig úgy aggódjál. Felnőttként elfogynak a mentséget. Felnőttként élni kell, csak a gyáva hal meg őként. Felnőttként vállalni kell, hogy túl lehet élni bárhol. És mindezért a külön végén kell kölni az Isten az életben. Ez volt az egyetlen szó, ami eszembe jutott, amikor a fotós szemével belepillantam, hogy egy átlagos választás jelent. Megviselt akkor jobbnapokat látott terem, ahol a parkettet nem tartalmazott. Gyűrött asztalterítő és gyűrött függöny. Mégis ami leginkább megfogott, az az emberek gyűrött arca. Bakos kis Károly versen jut eszembe ez a itt kínos lennek a szélben állítanak. Itt végtelenek a körül. A fáktól rész. Ezt olvasom le ezekről az asztalokról. Ezt olvasom le rengeteg kárpátal utaspillanatot. A törvi tudás gyökérésein ordunk, mint volt. Táncolunk beszélünk. Hányszor kaptunk már ígéretet arra, hogy eltűnnek a ráncok. És mégis véginkább belevésünket az ábrázatokban a meghallgatásban. Ahogy a Kárpátokat megfürte a teremtő, úgy gyűrte meg a történelem folyamán a kárpátaljai magyar ember lelkiában. Hogy mi is viselkedés, a jéghátás, a végtelen körökbe való belekapás. Mindezek ott vannak édesapám és édesanyám rendszerek. Ott van a képen szereplő ráncaiban a helytállás akarata is. Annyian belefáradtál már a szélben járok állni. Boldogabb jövőjét alkosszunk. Mégis újra és újra bízunk, teszünk, tervezünk. Mert valaki azt ígérte, letöröl minden könyvet a szemben. Minden ráncot az ráncot. Az ő országában. Nem lesz egy fájdalomnak, jaj, kiáltásnak, nyáltatok. Ott majd kisimul mindenki. Roncsolt kirakat, fehérlen, halottban. A legtöbben a rendet hiányolják a világból, holott a világban rend van. Ez, ami körülvesz minket, ez a világ rendje. Ha az idő felől próbáljuk meg elgondolni, igazságtalan és halálos. Ha az időt sikerül kihagyni a számításból, lenyűgöző. Aki túlságosan beleássa magát a múltba, az a jövőt ugyan látni tudja, de a jelenre, valami különös okból kifolyólag, teljességgel vakarod. A jelenben élő ember számára viszont a múlt és a jövő válik elkeserítően szétszálaszhatatlanná. Ugyanolyan meglepően fogadja múltjának egy-egy felszínre bukó momentumát, mint a jövő véletlenszerű sorscsapását volna kintelen elszállni. Az évek vagy a sozzás erősségeknek komályos érdekes állapotot. Zavarban vagyok és nagyon nehéz bármit is írni. Tudod, én megmaradtam volna a halállal. Megszoktam a dermesztő hideget és a vasnak zubbonyt is a repkedő nyárba. A laktanya szagász, az ehetetlen hozzá, a levernyék magyarozása. Minden ember próbálkozik. És megmaradtam volna az átkozott halállal is. Mert elviseltem az ellenő készültséget, az ellenség közelségét. Na ez az én. Még azt is sikerült elfogadnom, hogy egy bolyó állam szegényének és én annyira szegény is, annyira van. Megberedkoztam mindennek. Csak ezzel a halállal. Nem azért, mert az én mellemet furta át a történt, hanem mert tudom, hogy a lopockámat kitépő bolyó továbbra hűz. Izzónyílhegy volt, amely keresztül szállta ezt a forró országot. Átfordta magát a hegyeinkben. Az emberek, Istenem, milyen régen láttam el kereszt, és a te szívedben látva. Kérlek, anyi, bocsáss meg engem ezért. Szeretnék, fiam. Vágyom a hegyi levegőt. Drága fiam, miattam ne aggódj. Jól vagyok. Csak egy kérésem van. Siess haza, bár nagyon várlak.
édesanyja. Láttam, uram, a hegyeimet. Köszönöm, szeretnék egy újabb napot élhetek már elhasonlani. Hálatelt szívvel nyitom ki a szemeimet, drágyám, hisz ismét téged dicsőíthetlek, a te teremtésedben gyönyörködhetek. Kegyelmes uram, köszönöm neked a keserű poharat. A fájra múltat, a folyamatos újrakezdés, és a pofonokat, amit nem tanulhat is. Hát sok azt gondolta, nem történhet rosszabb a mégis akkor veszett el teljesen, amikor Imre egyik tükkérőse után felvette a legvázosabb tekintetét, és a világ legtermészetesen módján írta el a szomszédból a lényeget. Amit aztán úgy öntött le a torkán, mintha a reggeli első hátra a dombokon a fej. Sanyi máinál bocsátott a másikakos. Az őr, mint asszony, mint megunta. Még most, időskorára sem tudtak befogni azt, hogyan kényszeríthetek érdre a halálra ennek a zsarnoknak? Ennek az esküszegőnek, akinek a legszörűbb percét hozta. Csak ilyen fruskaként felláboló szerelem utolsó fosztányát is hetek alatt kütörölte. Pontosabban kiderült a belőle. Azt mondják, hogy a legnagyobb rapság az neki az egyetlen meledéket teremtette akkor az egyetlenében. Mert nem tudtak hogy jaj, a székeltem a négy fal között. Az ajtókérfát kapartam, hogy senki se fogja meg a kezemet. Nem is sejtettem, hogy te, jó atyám, mellettem álltál, csak azt vártad, hogy észrevegyelek. De te kitartóan kopogtál, hogy tegyem le a lelkemet rothasszó terheket, és mi is akartunk végre. Összetörted a fiatal testet, hogy a vén zörgő csontjai alatt építhessen fel a magamban neked szentelt oltárt. Dicsőség neked érte. Ámen. Ezeken a napokon az időző arcán is megjelenik valami a lépés.
ágyáról, hogy a segítségével a szeretetben van. Kinyitja annak pontazát ajtaját, és a felszombolcon keresztül a kezével, míg ballal a botját támaszkodik. A lukák alól egy régi, lepedezett bőrű pénztárcát viszont. Óvatosan lezövel az asztal mellett a székre, és a gyűrött papírpénzeket egymás után helyezi az asztalra, és közben hangosan számolja. 200, 300. Ez is mégis még. Az utolsónál hangosan felsőt. Magam ilyenkor minden család asztalon ott a főzőtő húsleves, melyet ő is annyira szeret. Neki azonban nincs fajét. Ebédre ma is csak egy szeletményre. Ahogy elmondtam, szükség van minden fogadóra. Mielőtt meghalok, készítetek egy sírkövet neki. Ez elmondta. És akkor is ragaszkodik tervéhez, ha neki magának életére kell elérni. Abból a kevéskény útnak, amit van, nem tud a ételenén gyógyszeren kívül együtt minden. Főleg nem rá, de ő elhatározta, hogy összegyűjt. Már az időzőt is kiválasztotta, amit rája. Minden megvan, csak a pénz. Zomorú arccal visszahelyezi a pénztárcát a szekrénybe, majd pontosan kulcsra zárja az ajtót. Mikor megfordul, egy nem sugárt pontosan a szekrénybe. Bógyra adva, gondolva, lassan az ajtót. Mikor kitárja az ajtót, jól eső melegség nyom az arcát. Napvétől ki az egész úton. A fák leveleit finoman simogatják. A növényekkel szinte egyreolvadó zöld merítésen valami idegen betűsítőnek. Ahogy közelednék, látja csak is. Valaki életben. Forró húsleves illata szállna nekik. Valaki. Tudja, hogy mi most meg, hogy neki kell kérdés. Gondolva. Hogy vasár, a szíve, akár a napfénytől a tudás, melegséggel megvan. Visszafelé a házhoz, egyik kezében az ételhoz indult, másikkal a bottyákához fogva, eszébe jutott az egyik zsoltár szavak, melyeket még a lezsúlyozásban és az órát a mellékből volt az, akinek mondja már. Megszoktam a dermesztő kideget, és a napfénytől. Papám az ételeben dolgozott. Mindenki ismerte, hiszen az egész város tőle. Engem is csak azért vettek fel iskolába, mert cserébe két szekér fekete követ rakotta az intézményre. A vonatállomással szemben áll a lépvízőmény. Valaj leomlottak, az udvarán ellett a föld fekete maradt. Épp úgy, mint apám keze. Amíg ott dolgozott, ruhája és arca mocskos. Dolgozni kellett, reggelente lepakolna a vagonokról a szállítmányt, délután szétfogni. Nem bántunk, hiszen minden este meleg ágyha mellett hajtott rá a rakait. A telepárt bezárták már vagy 20 év. A kietlen épület gazdátlanul áll, és várja a vénzetét. Egy napon a földen lesz egyenlő, és semmi sem van a hitelme. Talán valaki felvásárolja a pénzét. Apám néha még visszajár, biciklivel, csak szétnéz, hogy minden rendben van. Ekkor fontos ember volt. Már nincs szél, a kárhákat lebontották, csak az ő keze maradt fekete. Olyan a más volt, mint a társai. Többre vágyom, mint az egész életében a helyi történéseket tévedni. Nagy terveket éppen. Egy ide után már odaugott, annyira a gondolat hatása alá került, hogy sivár sorsán keseredve napon beltöltött magát. Eddig nagynénye próbálta vigasztalni, míg fiatal korában szintén nagy álmokat keltetett, mégis itt öregedett meg ezeket a kieslásokat. Világjártahén volt, egyszer elszívott, és csak a harmadik faluban fogták. Ősei nem tájról felhasztott, amit a Holstein család és sérgesek. Olena sokszor ábrándozott arról az országról, ahol még a marha is tudott. Kitörése járt, ami nem volt könnyű, mert a két lábú mindig a közelben téblá volt. Na, mert Nikita fotogartotta a hatóról. Olena rabszolgának érezte magát, és tisztelt. Olyan lénynek, nem vesznek
ember, aki állatmódjára dolgozik, és amit evésre kényszerítik, hogy aztán munkája eredményét a két lábú jöleszel, aki azt másnak mi. Még most, időszerűen a kérdés, hogy 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 a kérdés, hogy